Hello, my friend. Jó napot mindenkinek! Eliza Sukron vagyok. Ma édesapámmal együtt az oxidatív stresszről fogunk beszélni. Ez az, ami elpusztítja az implantátumok körüli csontot. Az életben nagyon sokszor többet tudunk tanulni a hibáinkból, mint a sikereinkből. A szájsebészetben a hibák nagyon gyakoriak. Sokszor tapasztalunk ilyet a sebgyógyulás során, csontfelszívódás formájában, perimplantitisként. Tudjuk, hogy az implantátumok körüli csont nem stabil, és sokszor ilyen komplikációkkal találkozunk a rendelőnkben. Még akkor is, ha a graftot BMP2-vel dúsítjuk, nem biztos, hogy tudjuk tartani a csontszintet. Miért nem integrálódik az implantátumunk? Miért löködik ki a csontpótlóanyag? Miért szívódik fel? És miért van az, hogy sokszor ugyanazzal a sebésszel, ugyanazokkal az anyagokkal végezve a műtétet, az eredmény nem ugyanaz lesz? A csontfelszívódás az nem egy fertőzés, erre nincs bizonyíték. Kombinált tényezők összessége. Also this review from Amerle and Tarno. They say that tissue deficiency may result from a multitude of factors. Ja, kemerálódott a periimplantális csont is. Milyen helyzet sebzáráskor? Nagyon fontos a feszülésmentes sebzárás, hiszen így tudjuk elkerülni az isémiát és az oxidációt. Itt láthatók a feszülésmentes sebzárás különböző problematikai, például a frissen eltávolított fog, augmentált területek vagy szűk vesztibulum. Ha feszül a lebeny, akkor isémia és a lebeny oxidációja fog fellépni. Ezért csökkenni fog a lebeny alatt elhelyezkedő csontszövetek vérellátása is, és így a csontban is oxidatív stressz fog fellépni. Azért szokták mondani, hogy jobb lebeny nélkül sebészeti beavatkozást végezni, mert akkor kevesebb csont fog felszívódni. Sokan viszont arról számoltak, hogy statisztikailag nincs különbség. Sőt, vannak bizonyos cikkek, ahol arról számolnak be, hogy kifejezetten előnyös a megfelelő lebeny preparáció és a megfelelő lebenyzárás az angiogenezis és a csontnövekedés szempontjából. De a kérdés nem az, hogy csináljunk vagy ne csináljunk lebenyt. Nézzük a lágyszöveti minőséget, a vastagságot. A vastagsága igenis befolyásolja a gyógyulást. But it's a personal opinion from my side, because other authors they will say and they will show that sickness has no influence. De itt is eltérőek az irodalmi adatok, nincs egyetértés abban, hogy a biotípus befolyásolja a sebgyógyulást. Finally, what is the issue when we raise a flap? Mi történünk, hogyha lebenyt preparálunk? A lebeny mobilissá válik. És ilyenkor megszakítjuk a vérellátást a csont irányába vizsgálatoknál, hogy nagyon minimális 10-20% a
kötőszövet tartalma ezeknek a mintáknak. Ez azt jelenti, hogy ha minimalizáljuk az oxidáció mennyiségét sebészet alatt, sebészi beavatkozások alatt, sokkal jobb lesz a szövetek gyógyulása. Following this concept, we can win the competition with the connective tissue. Legyőzhetjük a kötőszöveteket, kötőszöveti, kötőszövetes gyógyulást, hogyha minimalizáljuk az oxidatív stresszt a műtött területen. Nem sokára be fogjuk mutatni. A PRF technika, illetve a legújabb családtagját, ez a pompák, ennek az eszköznek a használatával sokkal nagyobb PRF dugókat tudunk létrehozni. És ezt a pompákat ingyen fogjuk adni az új felhasználóink részére. Ezen az oldalon fogják megtalálni november 15-e környékétől az új technika leírásáról szóló anyagokat. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!